Sziasztok, srácok! Mindig szerettem az olyan játékokat, amik olyan szinten magukkal tudnak ragadni, hogy alig tudsz kiszakadni abból a környezetből, amit a játék világad. Mint egy szürreális álom gyakorlatilag beszippantanak. És csak bámulod, hogy mi zajlik körülötted a játékban. Ahogy felfedezel, ahogy átéled, mint szó szerint, mint egy álmot. Most a készítőktől kaptam ez a játékhoz egy Steam kulcsot, és végre ki tudom próbálni. Mert ez a játék tényleg talán visszaadja azt, amiről beszélek. Egy játék, ami szinte csak a kalandról, a felfedezésről és a hangulatról szól. Úgyhogy ezért egy kicsit más hangnembe is készül ez a videó, és nem a csácsomi csőtészta csokoládé és traktorkerék beköszönés volt az elején, meg nem a jó reggelt Vietnám. Hát induljunk el erre a nagy kalandra, amit ez a játék ad, és akkor próbáljuk ki. Ugye menürendszer nincs, hanem amint a játékot betöltötted, gyakorlatilag ez a képernyő fogad, ami maga már a játék. Úgyhogy ha megnyomom ezt a gombot, gyakorlatilag a játékban vagyunk, nem a menürendszer fog bejönni. És ez is nekem nagyon bejön, hogy gyakorlatilag tényleg olyan, mint amikor fogod magad és leunyod a szemed és elkezdesz álmodni, vagy elkezdesz képzelegni valamiről. Nagyon szeretem az ilyen játékokat, mindenkinek ajánlom őket. Oh. Ami tényleg szinte csak a hangulatról szól. Elvileg egy sírnál vagyunk, ha jól látom, és már lehetünk is. Tudunk ugrani. Borzalmasan hangulatos. Tudjátok, mit okoz ez a játék? Libabőrös lesz a hátam tőle már most. De egybe tudjátok, mit okoz? Mintha egy déjà vu lenne. Mint hogyha már jártatok volna ezen a helyen. Ah, postaláda? Találtunk egy ládát, azt fel tudjuk venni. Iszonyatosan hangulatos a grafika. Oh. Ez a mi házunk? Itt egy gomb. Felkapcsoltuk a lámpát. És nem rágja a játék a szádból, hogy mit kell csinálni, hanem történik. X. Aha, X-el tud zoomolni. Mit kell csinálni vajon, ugye? Itt egy szekrény. Aha, nem lehet tovább jutni. Aha, ja, hogy? Ja, hogy tovább kell jutni egyszerűen. És valami zongora szól. Várjatok, ezt eldobom. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy mi fog történni. Egy ilyen utopisztikus, lepusztult világban vagyunk, nem is tudom micsodák. De nem is kell megmagyarázni, ugye. Ez arról szól, hogy felesleges megmagyarázni bármit is. Mennyire jó hangulat. Nem tudom, hogy hova fogunk jutni. Aha, ez valami gép.
Gyerekek. Ez valami gép, amit vezérelhetünk. Van rajta egy... Aha, van rajta egy számláló, ott gondolom a megtett mérföldek. Energia kell neki, ott az energy, ugye üzemanyag, ott a speed. Ott van a steam ugye gőz. Ez nem... Ez, ja, ez a lift... Aha. Ez a lift, ezzel ki tudsz menni a tetejére. Jó. Mi van még? Hogy tudunk feljutni a felső szintre? Mik vannak? Ezek micsodák? Várj, az X-el ugye rá tudok zoomolni. Ezzel működésbe hozok valamit, de hogy micsodát, azt ne kérdezzétek. De minden esetre üzemanyag kellene neki. És az üzemanyagot hol tudom beadagolni neki? És erre a felső szintre hol tudok feljutni? Aha, így. Ez mi? Aha, ezt le tudom venni. És mi van abba? Nem tudom, mi van ráírva. De én úgy érzem, hogy lehet, hogy üzemanyagot tudok. Valahol. Igazából tárgyakat lehet felakaszgatni ezekre a kampórakra, ahogy nézem. Aha, nincs benne energy. De hol tudom belerakni az üzemanyagot? Itt mit mutat? Itt nem tudom, hogy ez mi akar lenni. Hoppá, itt kell beraknom az... Aha, itt kell beraknom. Oké, raktunk be üzemanyagot. Szerintem bármivel működik ez. Nagyon jó, ez a zoom, ez jó, hogy rá tud zoomolni. És akkor most már el tudom indítani ezt a gépezetet. Azért nézzünk meg körül, megnézem a tetején, hogy mit lehet találni. Ide miért értemes kijönni? A tetejére. Egyelőre nem tudom, már itt nincs semmi. Lehet, hogy fejleszteni lehet a gépünket később, ugye? Meg még ezt meg akartam nézni. Ez micsoda? Ez micsoda? Locsoló tömlő. Olyanok vagyunk, mint egy kis tűzoltók egyébként. Locsoló tömlő, ez annak kellhet, mivel lehet, hogy tűzült ki. Jó, akkor valószínűleg ezzel lehet bekapcsolnom a hajtást. Ezt az ajtót, ezt mivel tudom felcsukni vajon? Ezt az ajtót vajon mivel lehetne felcsukni? És minek ez a létra ide? Ez semmi. Jó, srácok. Igazából kipróbáltuk mindent. Itt még nem próbáltam ezt. Itt nem próbáltam ezt ki. Hopci. Hoppá, gyerekek. Beröffeltettük a gépet. Azt a betyár. És ez magától megy, ugye? Tudok sebességet adni rá. Ott a sebesség. Nem akarok neki most nagyon nagy gázt adni, nem tudom, hogy mik történhetnek. Hoppa! Ez béletlen. Ez béletlen. És tudjátok mi a durva, hogy a játék semmit nem rága... szádba. Ugye gőzt termelünk, azzal működik ugye a hajtás. Remélem, hogy a hangerő az megfelelő. Kicsit hangos a zene.
felesleges gőzt ki kell engednünk, ugye? Fogyott az üzemanyagunk. Nagyon szuper. Egyébként akárhol ugye ki tudunk szállni, úgy látom. Körülnézi. Ú, de jól néz ki a gépük. Ez nagyon alatt. És milyen izére megcsináltak, milyen kis pofásra. Ja, hát most ugye a mocsár közepén vagyunk, ahogy látom. Menjünk vissza. Jó. Ugye szemetet kellene belepakolni. Vagy bármit. Jó, újra feltöltöttük. Akkor mehet, ugye? Induljon. Állj, hogy kell fékezni? Stop! Ah, ott a fék, jó. Ez a fék, akkor tudjuk. Van egy ilyen kampónk, amit be tudunk húzni, jó? Itt vannak ilyen dobozok, amiket ugye tudok használni üzemanyagként. Úgyhogy ezt valahogy... hogy tudom ezt elérni? Leugrok szerintem. Fentről talán úgy jó lesz. Remélem. Ó. Oh. Jó, hogy itt be tudok ugrani. Ha. Jó. Ki akartam jönni? Ah, jó van, oké. Nem esik nagyot. Ezeket behordom a gépbe. Menj, told át alatta. És tényleg ebben a játékban basszus ez a felfedezés. Hú, aki akar játszani ezzel a játékkal, ne nézze basszus. Most az egyszer én azt mondom, srácok, hogy ne nézzétek ezt a gameplayt. Aki akar játszani vele, mert ez tényleg arról szól, hogy... Várjátok, ezt fel tudom ide akasztani? Aha, úgy akartam, hogy felakasztom, hogy nem akarok mindent berakni, mert lehet, hogy feleslegesen égetem el az üzemanyagot, mindig csak egyet-egyet. Lehet, hogy egyet-egyet érdemes. Igen, aki ezzel játszani akar, az ne nézze, gyerekek, mert... Mert itt tényleg arról szól, hogy azt se tudod, mi lesz a következő lépés, mi lesz, milyen tájakra megyünk. Sivatagokon vagy erdőkön keresztül, ahol döntjük a fákat. Mik lesznek itt? És megmondom őszintén, azért nem néztem én se, egy rohadt gameplayt nem néztem erről a játékról. Mert belenéztem, láttam a trailert, láttam azt, hogy milyen a grafika, láttam róla artokat, ugye rajzokat. És tudtam, hogy ez az lesz, amire én vágyom. És... De nem szabad, gyerekek, hogyha ezzel akarsz játszani, akkor ne nézzél róla semmit. Iszonyatosan jó, ide ki tudsz jönni. Borzalmasan jó. Ki tudsz jönni menet közben is, ugye, a tetőre. Gondolom én. Nagyon jó. Oké. Akkor szerintem mehetünk. Menet közben nem nagyon beszélek, mert szerintem lehet hangos lesz a játék.
Ezért nem akartam elégetni egyszerre, látjátok? Ez is majdnem feltöltötte. Valaki azt mondja meg, hogy a legelső kapcsoló az mi? Mondjuk rá fogunk kérni, biztos. Hopsz, hopsz, fék! Ez az. Várja, fék, fék! Úgy. Megfékeztünk, és megint fönn kéne kimennem. Megint vannak szemetek, ezeket össze kell kapnom, gyerekek. Úgy ez. Várjál, ne így menjünk. Lehet, hogy értelmesebben is ki lehet jutni. Hát, én még nem jöttem rá. Ó, micsoda köd van, micsoda hangulat. Iszonyatosan jó, nagyon tetszik, gyerekek. Ez megír az, hogy ebből nem tudsz rövid gameplay csinálni, mert akarod. Ah, nem tudok itt elvenni, hallod? Várjál, menjet el, nem tudok elvinni valamerre. De az ajtót nem tudom feltekerni belülről valahogy, várjatok. Á, most meg hogy megyek be? Hogy megyek be, halljátok-e? Hátul nem tudok bevenni valahol. Ó, ja, hátul is ki lehet szállni. Ah, ezt nem is vettem észre, gyerekek. De hülye vagyok. Itt is be lehet szállni, és ki lehet szállni. És ez mi? Ez valami vontatási pont akar lenni. Aha! Gyerekek, csörlőzni tudsz. Elő hátul van csörlő a gépem. Ez nagyszerű. De várjátok, akkor előbbre kéne járnom egy kicsit, nem? És akkor itt beszólom. Ez nagyon atom. Hátrafele nem lehet menni? Szerintem nem egyébként. Várjátok. Kicsit. Menjünk előbbre, nem? Remélem tapossa össze a dobozokat. Na még egy kicsit. Úgy. Jó, így már tökéletes. Gyertek dobozocskák. Ide rakom a liftre őket. Atom hangulat, de annyira jók az ilyen játékok, gyerekek. Nem tudom, mióta játszom, de mindenképpen el akarok valahova, biztos vagyok be, hogy eljutsz valahova vég. Ah, úr, baszod a... Várjatok, van egy ötletem, elvileg. Ide fel lehet ugrani, úgyhogy így. Így. Valami raktárat ki kell magamnak üzenem, neveznem. Ahova pakolhatok, mert nem akarok mindent elégetni állandóan. Nem is tudom hova, oda is tudok pakolni, oda izé fel. Oda. Ne dobd el. Ide is tudok pakolni, ide pakolok, gyerekek. Mert itt meg az a baj, fogom az összeset égetni. De hogy jó, de jó, hogy van csörlő is. Hatalmas ez a gép, nagyon jó. Igazából arról szólhat a történet, amit így próbálok összerakni, hogy ugye meghalt valakink, valószínűleg az apánk, vagy pedig nem tudom kicsoda, és így neki indulunk ugye a világnak, hogy mi majd körülnézünk, vagy nem tudom. Én arra tudnék így asszociálni. Az ember így elkezd járni az agyané közbe. Ezt is izé úgy akarom, hogy egyesével akarom ugye berakni őket, úgyhogy így lesz. Nem tudom a kampókra mi értelme felakasztani, igazából szerintem olyan sok nincs. Jó, oké. Na, viszont egy üzemanyagot akkor beküldök. Ez a liftet, hát, ja, érdemes használni, de annyira nem is fontos. Na. Hogy mehet. Nagyon jó, és mi meg mehetünk, akkor indulhatunk. Ajaj, ez elbír minket, ez a stég. Hogy látszik el? Egyelőre el. Bele a vízbe? Jó, ez bírja. Úgy látom, hogy bírja. Aj, meleg! Hoppá, hoppás! Fék!
És akkor így elő ki tudok szállni. Gyerekek, annyi dobozom lesz, mint az állat. Na várjál. Na ott egy valami ízé, valami hordó is, ami nem tudom, hogy ez mennyire jó. Ez. Ez lehet, hogy jobb, ég, jobb a rég, esetleg. Fölviszem azt, elégetem ezt is. Remélem, hogy jót tesztek ki, hogyha elégetem. Lehet, hogy ugye jobb égés foka van, vagy valami ilyesmi. Hordjuk be. Hát nem tudom, hogy ugye mennyire szükséges ezt mind összeszedni egyelőre. Lehet, hogy azt annyira nem. Hoppa. De felakozgatom. Mindenhol fel lehet akozgatni őket. Ezt meg fölvisszük akkor a szintre, de... Ja, most már olyan sok van. Nem tudom, hogy mindet kell leösszeszed. Lehet, hogy nem, ugye lehet, hogy hagyhatnád a francba. Na, menj, mehetünk tovább. Na, induljál meg. Jó, be kéne nyomni azt a pirosat. Na, ez mennyit adott? Ha az fúra dobta a gyerekek, az a piros az jobb. Jó, visszafele a csúszó. Ennyi van. Van fizikai játék a gyerekek. Indulj meg. Na, azt a dugattyút hajtja meg a Steam, azt a kereket hajtja ott meg. Ugye már, mint a gőz. Jó az. És ha túl sok gőz van, le kell engedni, hogy kigyullad a dolog. Gondolom. Nem akarom megvárni. Á, fölfele nagyon nehezen megy. Fölfele nehezen megy a technika. Húha. Remeg rászkodik, baja van, mit nem. Ha a Steve-et kiengeded, akkor kap egy löketet. A betermelt üzét. Gőzt. Na, jó lenne fölérnénk, mert el fog fogyni az üzemanyagunk. Jó, fölértük. És lehet, hogy domnak lefele meg. Nem is kell, hanem inkább fékezni kell. Ide állok a fékhez, mert lefele gurul. És tényleg valami nagy lejtőhöz közeledünk. Kíváncsian várom, hogy elérjünk valahova egyébként most már. Ennyi idő után. Kettő doboz kell szerintem, azzal fúra nyomjuk. Visszafele gurulunk, az a baj. Féket be kéne húzni ilyenkor. A C-vel azzal meg kizumol. Jobban látod. X-el meg befele. Nagyon jó. Ki tud zoomolni C-vel. Látod, hogy mi van előtted nagyjából. Oh, ott vannak dobozok. Egy doboz. Gyerekek, nem tudom, összeszedjük-e. Jó, összekapjuk, úgyis jól álltam meg. Pont, hát pont nem jól álltam meg, ugye? Rácsukódott? Ki tudom menni alóla? Ki? Jó. Fölviszem a szintre, azt mehetünk tovább. Be is dobom, vagy... Jó, majd dobjuk be. Adjál neki, Sagyi. Menjünk. Ja, nagyon várom, hogy elérjünk valahova. A kotlával. Gőzgépünkkel. Ha, mi az? Ez csak egy ilyen disztárgy? Szerintem igen. De jó. Akkor adjuk neki. Valami folyó, vagy tengernek a felekén vegyünk egyébként. Most már. Hoppá. Hoppá, hoppá. Azon gondolkozok, ide fel lehet-e vedni, szerintem nem. Azt nézem, hogy nehogy véletlen neki menjünk valaminek. Hoppá. Hoppá, gyerekek. Neki mentünk valaminek. Engedjük ki a gőzt, és nem tudunk tovább menni. Ott van előttünk valami. Elvileg. Szerintem azt a darúval el kellene mozdítani, és föl tudok menni a darúhoz. Legalábbis én úgy érzem. Dehogy. Ez mi?
Érdekes. Ajaj. Saját magamat kéne. Nem mondod, hogy ezután tudunk repülni. Gyerekek, ezután tudunk repülni? Nézzünk rá, hogy van ez? Mi van itt? Ezután elvileg tudunk repülni, én úgy érzem, de valahogy be kéne jutnom egyébként a kabinomba. Ami nem egyszerű. Találtam üzemanyagot, jó, ezt megint elrakjuk. Egy labdát. Na és akkor megpróbáljuk ezt a repülés dolgot, gondolom úgy kell átrepülnök itt. Jézus. Vagy pedig, hogyha nincs üzemanyagod, akkor tudod ezt használni. Vitorla, ez nem repülés, hanem vitorla. Ez nagyon komolyan néz ki. Igen, fel tudod nyitni a vitorláidat, és free tudsz üzemanyag nélkül menni. Ez jó. Nem kell állandóan megállnod minden szarért. Gondolom ahhoz kell... Igen, azért lehetett a széljelző zászlók. Madarak, menjetek, erőtlek benneteket! Ez nagyon komolyan néz ki. Ho. Egész jó fizika a játékban egyébként. Csak így hogy állok meg? Mert fékem az nuku. Hogy lenn van a fék. Egy zongora. Egyébként ajaj. Hát egy busz. Pont azt akartam mondani, hogy elvileg valami folyó, vagy tengernek a fenekén megyünk. Várjátok, le tudok, mert nem. Nem, ezt nyomnom kell folyamat. Az a baj, ezt nyomnom kell. Jó, olyan elveszettnek érzem magam ebben a játékban. Kíváncsian várom, hogy hol fogunk kijutni. Hoppá! Ez fájni fog, gyerekek! Álljunk meg! Álljunk meg! Álljunk meg! Álljunk meg! Álljunk meg! Stop! Állj meg! Sagyi! Az agyár úristen, összedöntöttük a hajót. Jó, mindegy. Menjünk. Még kimarad a vitorla? Kimaradt a vitorla, érdekes. Újjaj! Az igen? Meg is dőlt az egész cucc, bassz. Érdekes, hogy kimaradt a vitorla. Várja, benyomtam a véd, vagy mi? Aha, be lehet akasztani, ja, be lehet nyomni a véd. Mert elvileg kinyomom, és akkor V. Várjál, hogy volt, hogy akasztottam be? Így, és akkor V. Aha. Be lehet, jó. Be lehet akasztani. Na. Viszont baj van. Viszont baj van. Itt van egy ilyen retek. Hogy a gettóba. Na jó van, gyerekek, szerintem le legyen olyan barabi hosszú ez a rész. Hogyha gondoljátok, akkor ezt barabi nagy kalandot, ezt végig próbáljuk csinálni. Hát nem tudom ezt. Én azon gondolkodok, lehet le kell csörlőzni, vagy bármi. De nem tudom, hogy kell hátramenetbe váltani ezt a járművet. Fogalmam sincs. És mik ezek a tartályok? Ezt nézzétek.
Ez a három torta itt. Egy, kettő, három. Ezek még lehetnek? Azokat se értem. Na, jó van, srácok. Akkor köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!